500 forint felett az üzemanyagárak, ahogy a képen is látszik. Azonban ez a magyar gazdaság működésére, a fogyasztói árakra is kihatással van, mondta miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón csütörtökön. Ezért a kormány úgy döntött, hogy november 15-től a benzin és a gázolaj literenkénti árát 480 forintos felső határral rögzíti. Ez azt jelenti, hogy ennél, tehát 480 forintnál olcsóbb lehet a benzin és a gázolajára, de drágább nem. Abban bízunk, hogy ez a gazdaság számára segítséget jelent, és részben az infláció mérsékléséhez is hozzá tud járulni. Az üzemanyagárak emelkedése mellett az alapanyagok drágulása is befolyásolja a hazai gazdaságot. A benzinár azonban közvetlenül is érinti az embereket, mondta a helyi iparkamara főtitkára stábunknak. A vállalkozások, az ipari szereplők mellett, ez most már a lakosságot is nagyon komolyan érinti, ez az elképesztő mennyiségű üzemanyagdrágulás, és az üzemanyagdrágulás is, majdnem minden alapanyagnak a drágulás, az be fog épülni a fogyasztói árakba. Bár a minimálbér emelkedik ugye 2022-től, tehát a cégekre ez megint egy extra terhet ró, mert ennek a költségét ki kell tudni termelni. Tehát egy elképesztően bonyolult év elé néznek a cégek. Rabszabolcs szerint a hatósági üzemanyagár kicsit csökkenti az inflációt, de annyi más tényező is befolyásolja ezt, hogy a szakemberek szerint nem látni, mikor áll meg a pénzromlás folyamata. Minden közgazdász a világon azt mondja, hogy most egy tartós inflációs időszakra kell berendezkedni, tehát ez egy 2, 3, 5, akár 10 éves távlatban is egy viszonylag az eddig megszokotthoz képest egy magasabb inflációval számolnak. A kormány a hatósági ár bevezetéséről a 95-ös benzin és a gázolaj esetében döntött. A prémium termékeket piaci áron adják majd továbbra is, mondja főtitkár. A magyar közlönyben még nem jelent meg a kormány rendelet csütörtökön, riportunk elkészültéig. Így további részleteket csak a jogszabály kihirdetése után tudnak mondani a szakemberek.